Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Az imént Magyar Péter kijött az úgynevezett atombombájával, egy egyperces hangfelvétellel, amelyen Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel beszélget. Ennek kapcsán kérdezzük Horváth Józsefet, aki biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy te. És hát korábban a szakmában dolgoztál, az elhárításnál, ha jól tudom. Meghallgattuk most ezt a felvételt, te hogy látod, mennyire számít ez atombombának? Kell-e csomagolni a Rogán Antalnak, Orbán Viktornak, belebukik-e ebbe a kormány? Hát nézem, ez azért nehéz kérdés, mert pillanatnyilag ezt az egyperces hangfelvételt hallottuk meg. Ha és amennyiben ez a mi rendelkezésre áll, és nem egy vágott anyagot látunk, és tételezzük fel, mivel itt egy házaspárnak a beszélgetését rögzítette az egyik fél, és a kérdésekből jól látható az, hogy tendenciózusan kérdez, fölkérdez. Tehát fölkészült erre, akkor a kérdés az inkább úgy merül föl, hogy mi volt ezzel a szándék évekkel ezelőtt. Az időt egy nagyon különleges vendégem van, illetve félig meddig én vagyok az ő vendége. Bocsánat. De jók vagyunk ide közösszak. Hát teli vannak önnel a hírek, és azt hiszem... Mi szólalt meg? Ez elég érdekes volt. Jó, akkor innen mehetünk tovább. Hát... Ezután a kis intermezzo után, tehát... Bocsánat, akkor lehet, hogy ez belhagyom, annyi történt, hogy egyszer csak a telefonomon megszólalt Magyar Péter és Gulyás Balázs interjúra, úgyhogy a telefonomhoz hozzá sem értem, és egy kicsivel előbb voltunk. Igen. A laptopon. A technikai időnként furcsa dolgokat produkál. Tehát visszatérve, ez az egyperces videó vagy hangfelvételből nem tudhatjuk azt, hogy hányszor egy perc van még, vagy mennyire van megvágva, mennyire tükrözi ez a valós beszélgetés. Nyilvánvaló, hogy itt ilyenkor a technikai szakembereknek kell először is gorcső alá venni ezt a hanganyagot, hogy vágott, nem vágott, összerakott, nem összerakott, töröltek belőle, nem töröltek belőle, mert hogyha ezen túl vannak a szakemberek, a tartalmi részét illetően, akkor lehet érdemben nyilatkozni azzal együtt, hogy az itt elhangzottakból azért az, amit a hangfelvételt rögzítő ember nyilatkozott, hogy itt, ahogy mondtad te is, kinek kell lemondani, kinek kell külföldre menekülnie, azért ezek fényévekre vannak ettől, én úgy gondolom. És még egy megjegyzést hadd tegyek, és az lehet, hogy furcsa lesz, hogy egy gonosz titkosszolgálati vezető mondja. De a titkosszolgálatok csak és kizárólag akkor hatolnak be az intim szférájába bárkinek, hogy arra a törvény betűje szerint igazságügyminiszteri engedélyt kapnak. Tehát ok nélkül, jog nélkül semmiféle ilyen műveletet nem hajtanak végre, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az, amit most itt látunk, azért ez a politikai felhangon túlmennél nagyon súlyos morális kérdéseket is fölvet. Tehát én azt gondolom, hogy egy házaspár életében lehetnek hullámhegyek, hullámvölgyek, és lehet nem ez az első, mert nem is az utolsó, ahol egy házaspár úgy dönt, hogy külön folytatja az életét. De az, hogy a volt házastársamat fegyverként használjam föl, vagy eszközként használjam föl a további politikai karrierem építése szempontjából, és ilyen eszközökhöz nyúljak, az azért mindenkinek egy figyelmeztető jel is kell, hogy legyen. Neked miről árulkodik ez a hangfelvétel, hogy ez egy átlag beszélgetés egy házaspár között, vagy Magyar Péter itt tudatosan kérdezi fel a feleségét? Itt tudatosan kérdez. Tehát itt azért én nehezen tudom elképzelni azt, hogy még akkor is, hogyha a feleség egy igazságügyi miniszter, hogy ilyen beszélgetése minden nap a konyhaasztalnál, este vacsoránál elhangzana. Itt én azt gondolom, hogy ez jól fel van vezetve, elő van készítve, és tudatosan van. Nem csak technikailag előkészítve, nyilvánvalóan ez nem egy véletlenül magától született felvétel, hanem ennek mögött ott van az a szándék is, és a kérdező
kérdéseiből teljesen egyértelmű, hogy ő a feleségétől olyan adatokat, információkat szeretne kicsikarni, amelyeket a későbbiek során ő fel tud használni, akár a felesége, akár a volt barátai kapcsolatai ellen is. Ugye azért érdekes mindez, mert Magyar Péter azt mondja, hogy a felesége pont ezen beszélgetés elején azt mondta neki, hogy a Fidesz egy maffia állam, és hogy akkor döntött úgy, hogy a családja védelmében készíti el ezt a felvételt, aztán rájött, hogy a családját már nem tudja megvédeni, ezért ezt a felvételt a hazaszolgálatába állította, ugye ezt mondja Magyar Péter. Most így, hogy ismerjük a felvétel tartalmát, ez alkalmas akár a család védelmére, akár a hazavédelmére? Hát ez meglehetősen nyakatekert logika. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most állítsuk a fejéről a talpára a dolgokat úgy Cseh Tamással, hogy azért az, hogy én a családi kapcsolataim révén esetlegesen birtokomba jutó információkat, hogy élek vissza, hogy használom föl pont a családom ellen is adott esetben, azért az messze nem egyezik azzal, hogy a haza üdvére én mit teszek, mert egyébként én nem vagyok jogvédett ember, csak jogalkalmazó voltam, de azért, hogyha nekem bűncselekményre utaló információk kerülnek a birtokomba, akkor nekem azt meg kell osztani a hatóságokkal. Nem hónapok vagy évek múlva, mert addigra lehet, hogy éppenséggel már ez a bűncselekmény vagy elévül, vagy egy még veszélyesebb szakaszba lép. Tehát ez a kivárás, időzítés azért nem azt mutatja, hogy az én számomra a haza, a nemzetbiztonsága a legelső, hanem hogy mikor szól ez a legnagyobbat. Tehát összességében tényleg úgy gondolom, hogy ez egyfajta mélypont is, ha úgy tetszik, a hazai közéletben, és összességében az információk oldaláról pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ebből az egy percből én olyan vérfagylaló dolgokat messze nem hallok ki, amit itt a felvétel készítő ember azt gondolta, hogy itt ő atombombát fog ledobni. Ugye van benne egy olyan mondat, hogy lett szólva a Völnernek, de a Völner nem állt le, és ezért nem tudnak most már vele mit kezdeni. Többek között ez hangzik el. Illetve, hogy Shadow György az a Tóninak az embere volt körülbelül ezek. Az, hogy szólnak, mert ez már napokkal előtt a médiában ment, hogy tudhatott Völner Pár arról, hogy nyomozás folyik Shadow György ellen. Ugye Völner Pár igazságügyi államtitkár volt. Az egyébként ön szerint, aki dolgozott titkosszolgálatnál, egy természetes dolog, hogy szólnak egy politikusnak, hogy vonja ki magát ilyen helyzetből, mert szóval, hogy egy politikus elvileg védeni kell, hogy ne legyen zsarolható, stb. Stb. Ezért kérdezem, hogy szólni kell ilyenkor neki, vagy titokban kell tartani, ha ő érintettje, vagy adott esetben gyanúsítottja egy gyomozásnak? Ha ezt válaszuk ketté, tehát ha gyanúsítottja, akkor ez egy másik minősítést kíván, és más elbánást kíván, mint hogyha, mint Pilátus a krédóba kerül bele, éppen azért, mert nem tudja azt, és nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyel a nyomozó hatóságok. És itt egy kitérőt, ha megengedi, a titkosszolgálatoknak, a magyar elhárításnak vannak olyan feladata is például, mint egy nemzetbiztonsági védelem. Tehát egy kormánytagot adott esetben, aki titokhordozó, aki olyan szintű döntéseket hoz meg, amelyeknek nemzetbiztonsági kockázata is lehet, ahogy ön is mondta, olyan fajta védelemben kell részesíteni, hogy ne váljon zsarolhatóvá, ne váljon kiszolgáltatottá bűnszervezeteknek, nemzetközi titkosszolgálatoknak, külföldi csoportoknak, stb. Tehát ilyen esetekben, hogyha a szolgálatnak mondjuk tudomására jut, hogy akár egy régi baráti kapcsolat mondjuk, és most vonatkoztassunk ettől a konkrét ügytől. Azt mondjuk, hogy a védett személy fölhívta egy barátját, és ő, mivel együtt jártunk középiskolába, egyetemre, stb., akkor tart vele egyfajta kapcsolatot, ám nem tudja azt, hogy közben az ember alapvetően megváltozott, és a felszín alatt egy köztörvényes bűncselekményeknek az elkövetője vált, akkor ilyen esetekben föl kell hívni a figyelmét arra, hogy mondjuk ezzel a személlyel szakítsa meg a kapcsolatot, és pont. És ilyenkor neki pedig kötelessége ezt akceptálni? Hát nem.
innentől kezdve felnőtt emberekről beszélünk, aki eldöntheti, hogy ezt ő figyelembe veszi, vagy nem. Mert a szolgálatoknak nincs utasítási jogköre. Tehát ők tájékoztatnak. Innentől kezdve már az érintettnek a felelősség, hogy ezt milyen szinten és hogy kezelik. Egyébként ugye a másik ilyen érdekes állítás ebben a felvételben az az volt, hogy Polt Péter nem ura az ügyészségnek. Ezen nem tudom, hogy árt vagy használ a Fidesznek egyébként, de hogy mert hogy az ügyészek azok függetlenül működnek, illetve hogy, hogy arra kérte a kormány Varga Juditot, hogy az ő embere is menjen be és nézze meg az ügyészsége, hogy mi történik. Ez felvetheti bűncselekménynek a gyanúját? Én ezt nem érzem, őszintén szóval. Tehát itt egy véleményt hallgatik el, hogy Polt Péter nem ura az ügyészségnek, amit valójában azért egy furcsa vélemény lenne. De azt tudjuk, hogy azért az ügyészség önállóan és függetlenül működik. Tehát ha ilyen anomáliát véleményként valaki megfogalmaz, az belefér, csak kérdés az az, hogy egyébként milyen mélység információk alapján tudja ezt eldönteni, vagy véleményt mi alapján tud formálni. Az igazságügyi miniszternek azért valami fajta véleménye, nem? Nem biztos. Tehát azért itt egy zárt szervezetről beszélünk. Tehát az ügyészség azért nem a országvilág előtt végzi a munkáját, tehát az, hogy az ügyészségen belül egyébként az alá fölé rendeltségi merev hierarchián belül egy adott vezető mennyire ura a szervezetének, vagy nem, ez azért egy véleményes dolog, hogy ezt ki tudja eldönteni, és milyen messziről látja ezt, vagy mennyire közelről tudja megítélni. Gondolom, sok mindent láttál már életedben, de olyat láttál már, hogy egy házastárs lesz a regnáló miniszternek, vagy volt miniszternek, vagy politikusnak az Achilles sarka? Igen. Tehát ugye én, nekem volt szerencsém a polgári elhárítás műveleti munkáját 4 évig irányítani, és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot bő 3,5 évig. Ez idő alatt, meg alacsonyabb beosztásokban is azért az ember lát cifra dolgokat. Tudjuk azt, hogy adott esetben egy megromlott családi kapcsolat után ez önmagában válhat egy kockázati tényezővé, hogyha az egyik fél az úgy gondolja, hogy nem válogat az eszközökben, és áll bosszút a másikon, vagy akar előnyesebb pozíciót a gyerek elhelyezésnél, a vagyon megosztásnál, bármi másnál. Tehát itt azért az élet produkál cifra dolgokat. És ilyenkor hogyan kell ezt kezelni? Vagy például egy válás esetén, vagy ha tudott azt, hogy konfliktus van, akkor például ugye az a kérdés, hogy ez magánélet, vagy közélet, hogy ilyenkor nektek van dolgotok, vagy volt dolgotok? Hát alapvetően nem. Tehát a magánélete az mindenkinek a saját territóriuma, addig a pontig, míg adott esetben ez nem fenyegeti a hivatali munkáját. Tehát ebből a szempontból az is fölmerül ilyenkor kérdésként, hogy az érintett fél az kíván-e segítséget igénybe venni, mert ez is egy nehéz dolog, hogy én most mennyire osztom meg valakivel a magánéleti problémáimat, vagy nem. Tehát ez egy ilyen többszörösen összetett problematika, ha úgy tetszik, azzal együtt, hogy maga ez a helyzetnek a kezelése alapvetően mindig két felnőtt emberre múlik. Addig a pontig, amíg ez adott esetben nem válik olyan szintű kockázati halmazzá, ami akár azt is fenyegetheti, hogy nemzetbiztonsági információk kerülhetnek veszélybe, vagy zsarolhatóvá válik a védett vezető. Mi ennek az ügynek a tanulsága, akár a kormánypárt irányába, tehát hogy jobban oda kell figyelni, hogy mit mond az ember otthon például, szóval ez nagy kérdés. Akkor már régen rossz. Egy részről, hogy régen rossz, ha az embernek otthon a legszűkebb családi körben. Más részről azért azt is tegyük hozzá, hogy azért az sem mindig jó, ha az ember a munkáját hazaviszi, és a családjával részletekbe menően megosztja búját. Ez már annak számít egyébként? Határeset. Harmadrészt azért
ez a történet is rávilágít arra, hogy nem biztos, hogy elég az minden esetben, hogy én valakit ismertem 5 vagy 10 évvel ezelőttről, iskolából, sportegyesületből, bárhonnan. Mert nem tudom, hogy az elmúlt évek során hogy változott meg az élete, a személyisége, az egzisztenciális helyzete, ergo, hogy az ugyanaz az embere, akit én ismertem. Tehát valamiféle óvatosság, ilyenkor azért ebből a történetből is az látszik a számomra, hogy nem árt. Tehát főleg akkor, hogyha ez egy országos politikai szintjén dolgozó embereket érint, onnantól kezdve valamiféle védekező mechanizmusoknak, hogy úgy mondjam, szűrőknek, hogy egy dolog, hogy én kinek vagyok a férje, kinek a felesége, de önmagában ez még nem jelentheti azt, vagy kivel jártam egy iskolába, hogy azóta mondjuk nem tévedtem meg, nem tévedtem rossz útra, sok mindent produkált az élet, ami miatt kockázatossá válhat az adott személy, és ezt jó minél előbb föltárni, minél előbb megismerni, mielőtt még egy olyan bizalmi körökben válik akár ilyen beszélgetések fültanújába is egy kívülálló. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy meddig terjedhet a titkos szolgálatoknak a hatásköre? Kérdezem ezt azért, mert ezt Rogán Antal felügyeli most jelenleg, akit azért hajlamosak most minden bokorban látni az emberek. Tehát, hogy például a titkos szolgálatnak van-e joga ügyészségi, bírósági dolgokba is adott esetben belenyúl. Oda viszont nincs. Így van. Ugye ez azért fontos, mert ha igaz az, hogy esetleg, ugye az hangzik el a hangfelvétel, hogy megkérték, hogy bizonyos dolgokat írjanak el, de egyébként az ügyészség nem mindent teljesített ebből. Ez megint, ez tipikusan ez a kapátlopási ügy, tehát, hogy kit mire kértek meg, vagy mire nem. Ez megint egy olyan dolog, amivel vannak emberek, akik időről időre szeretnek jól értesültek lenni, és akkor ők mindent tudni vélnek, hogy valójában a 4 szemközti beszélgetésen mi hangzott el, és vagy mi nem hangzott el, mire kértek, utasítottak embereket, vagy nem. És ez azért nagyon veszélyes, mert egyrészt ezt azért bizonyítani is kell. Tehát az, hogy én most... Akkor ez például, hogy egy bemondás, egy hangfelvétel, ez például akkor nem... Hát ez azért finom a szóval is nem az. Tehát, mert ennyi erővel, ha most mi beszélgetünk, és azt mondom most neked, hogy ma egyébként nyugaton kelt föl a nap. És te rábólintasz, egy jól esően mosolyogsz, de attól ez nem történt meg. Tehát az ilyen beszélgetéseknek az a rákfenéje, hogy ez még nem jelenti azt, hogy a tett és a mondás között megegyezés van. Erre a jogászok ezt pontosan tudják, hogy mennyire vékony jég innentől kezdve bármilyen dolognak, akármilyen szintű bizonyítása is. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy azért nagyon veszélyes az ilyenfajta, nem tudom, milyen minősítő jelzőt használjak igazából ezekre a hangfelvételes történetekre és ezekre a bemondásokra, hogy az egy dolog, hogy valaki mit mond, és a másik dolog, hogy a valóság ezt fedi-e vagy nem. Tehát én úgy gondolom, és ezért is visszatérnék az elejére, hogy itt az atombomba, meg a egyéb dolgoknak a fölemlegetéséhez képest, én úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés, és még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy épp egésze vagy vágott beszélgetésről beszélünk, az itt elhangzottak, azok messze-messze nem érik el azt az inger küszöböt, amit itt a megszólaló ember vélt vagy szeretett volna látni. Tehát az, hogy a kormányzaton belül mi történik meg, vagy mi nem történik meg, és egyébként mi miért történik adott esetben. Azt még ezt azért hozzátenném, hogy sokszor a kívülálló adott esetben fel sem tudja mérni.
mert adott esetben a kívülálló számára érthetetlennek tűnő mozgások, döntések is kikerülhetnek, napvilágot láthatnak, ami mögött adott esetben olyan fajta nemzetbiztonsági megfontolások, ne adj Isten, játszmák, védekező műveletek is meghúzódhatnak, amelyek messze más célt szolgálnak, mint amit a külső felületes szemlélő és hozzá nem értő ember elsőre leszűr. Mire gondolsz itt pontosan? Hát nézd, most azért számtalan olyan történet van, amikor mondjuk egy szolgálatnak olyan információ jut a birtokába, hogy mondjuk egy külföldi titkosszolgálat igyekszik beépülni, akár egy kormányzati szervbe is. És ilyenkor egy szolgálat két dolgot tehet, például, hogy vagy azonnal megszakítja ezt a folyamatot, és lezár ajtót, ablakot, és aki ilyen bűncselekményt követ el, akkor azt azonnal, hogy úgy mondjam, elvágja az információs vonalaktól, kiszorítja arra a területről, bűncselekmény eljárást kezdeményez, stb. Ám lehet olyan is, amikor azt mondom, hogy még nem tudom, hogy milyen mélységű a probléma, és egy játszmát kezdeményezek. Nem adom ki alapokat, nem mutatom meg, hogy én tudom, hogy ott van egy veszélyzóna, egy veszélyes személy, vagy akár csoport is, amíg nem tárom föl, hogy milyen mélységű a probléma, milyen mélységű az ellenséges behatolás. Mert ha ezt fel tudtam mérni, be tudtam azonosítani, a játszmának valójában ez a lényege, hogy utána, mint egy rákos sejtet, mikor a sebész, vagy most már a mesterséges intelligencia eltávolít, hogy ne maradjon egy sejt sem, mert az újra fog burjánzani. Ugyanez egy szolgálatnál szempontjából is, hogy ne maradjon még egy ellenséges forrás az egész rendszeren belül, azt az egészet föl kell tárnom, ha én jól akarom végezni a munkámat. Egy kívülálló adott esetben ezt értékelti úgy, hogy hát nem történt semmi. És lám, milyen információk kezdenek el keringeni a levegőben, közben pedig ez egy az ellenség megtévesztése volt és dezinformálása, pontosan azért, hogy mélységi feltárást végezhessek el, időt nyerjek adott esetben. Akkor egy utolsó utáni kérdés, hogy szerinted Magyar Péter egy magányos harcos, aki tényleg itt részben családi, részben a közéleti drámák miatt került a felszínre, vagy, és itt én nekem ez a mostani hangfelvétel olyan szempontból érdekes, hogy én például lehet, hogyha még akarnék, sem tudnék ilyen irányítottan beszélgetni a házastársammal, vagy ha igen, akkor biztos feltűnne nekik úgy, hogy azért tudom, hogy a vallató, meg a riporter, meg a politikus között nem, ilyen szempontból nincs mindig nagy különbség, de hát, hogy én nem így szoktam beszélgetni a feleségemmel például. Hát a esetek döntő részében a házastársak nem így beszélgetnek, szerencsére. Ott a gyerekekről beszélünk, a szülők. De még ha közügyekről beszélünk, akkor ilyen irányított kérdésekkel. Pontosan így van. Ebben tökéletesen igazad van. Azzal együtt, hogy azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, most itt egy magányos harcosról beszélünk-e, aki egyedül, mint egy japán katona a dzsungelben 50 évvel a háború után is harcol, és vagy pedig állnak valakik mögötte, mert itt az időbeliség a kérdés. Ugye te is azt feszegeted, hogy magától kérdezhet-e így az ember. Egyébként kérdezhet. Ha tudja, hogy fel. Úgy van. Így van. És hogyha ennek úgy van vele, hogy neki ezzel későbbiekben szándéka lehet, amikor már még a másik fél számára adott esetben nem is nyilvánvaló, hogy ez a házasság már végletesen megromlott, de a férfi részről ez már egyértelmű, hogy ő a jövőt építi egy ilyen beszélgetéssel. Olyan lapokat szeretne magánál tudni, amivel később fenyegetni, zsarolni tud, vagy érvei vannak akár egy osztozkodásnál is. De ez nem zárja ki azt, hogy ha az elején valaki egyedül lép föl, kezdi el azt a fajta hangfelvételesdi történetét, hogy később nem igaz, igyekszik maga mellé állítani embereket, nem igyekszik keresni olyanokat, akik különböző formában, de támogatják ezt, hogy ő nem magányos harcos legyen ebbe a dzsungelbe, hanem csapatot tudjon maga mögött
hogy ennek kapcsán kiket talál meg, kiket nem talál meg, az már egy következő és nem feltétlenül egyszerű kérdés. Itt alapvetően egyet lenne jó kizárni, hogy itt külföldi érdekek egy ilyen történet kapcsán ne jelenjenek meg. Emlékeztetnék arra, hogy azért néhány évvel ezelőtt ugye volt egy Ibiza történet, egy Szakével, így van, pontosan így van. Aminél azért egy néhány 10 000 eurós művelettel olyan hangfelvételeket kreáltak, amiről zárójelbe jegyzem, meg utólag kiderült, hogy manipulálták, és messze nem volt akkora ütőereje a teljes hangfelvételnek, mint amekkorát a vágott hangfelvételből gondoltak, de az kétségtelen tény volt, hogy egy, a politikus karrierjét ketté törték. A Kurcét ketté, is. Így van, és ezek után hiába derül ki évek múlva, hogy ja, bocsánat, nem is úgy volt, a művelet elérte a célját. Tehát nem ez az első, meg nem is az utolsó. És a szomszédos országokat, egyébként a kört tudnánk tágítani, hogy hány ilyen próbálkozás volt, ami mögött oka vagy ok nélkül, ezről most nem menjünk bele, de hogy külföldi titkosszolgálati ismeretekkel rendelkező csoportokat vél az ember látni, az nem titok. Tehát összességében itt én azt gondolom, hogy arra kell figyelni, hogy egy ilyen házastársi tragikus végkifejlet kapcsán ezt külföldről ellenérdekelt szolgálatok ne használják ki, akár úgy is, hogy ez a férfi nem is tud róla, hogy őt kihasználják, vagy felhasználják. Horváth József, köszönjük szépen. Köszönöm én is. És Horváth Józsefet egyébként eredetileg orosz-ukrán háború témában hívtuk, de ha már itt járt, akkor nyilván megkérdeztük erről is. A vele készült külpolitikai beszélgetést az Ultrahang csatornáján láthatják 17 óra 15-től. Itt az Ultrahang Pluszon pedig folyamatosan követjük majd a Magyar Péter ügy fejleményét is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.